A hulladékgazdálkodásról és a körkörös gazdaságról hallhattak előadást azoknak a cégeknek a képviselői, akik csatlakoztak a Vállalkozz Fenntarthatóan programhoz. Az előadást a Pécsi Iparkamarában tartották. Kaptunk egy képet egy bolyóórás előadás alatt, hogy a hulladékgazdálkodásban kinek mennyi teendője van még egyébként, akár lakossági, akár vállalkozó szinten nézem, akár az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodásán. És mindig van mit tennünk, mindig lehet új dolgokat kitalálni, és mindig lesznek olyan apróságok, amik a végén nagy dolgot fognak jelenteni. Ilyen lehet például a ritka földfémek visszagyűjtése, derült ki az előadáson. Ezek az anyagok az okostelefonokon és más modern eszközökön keresztül kerülnek be az anyagkörforgásba. Ezeknek a ritka fémeknek a legnagyobb lelőhelyei Kínában vannak. Így a használt és eldobásra ítélt eszközök begyűjtésével csökkenthető például, hogy a kínaiak szabályozzák ezek beszerzését, árát. A helyi kamara főtitkára azt mondja, a vállalkozások, cégek figyelnek arra, hogy fenntarthatóan működjenek. Intézményi szinten inkább a kommunikáció a jellemző. A tényleges tevékenység, a valódi észszerű gazdaság, a körkörös, a fenntartható, az meg a cégek jellemzője. Mert ők önös érdekből a saját vagyonát, az árbevételét, az általa eltartott családoknak a megélhetését kockáztatja, hogyha pazarlóan működik. Éppen ezt akarják bemutatni a Vállalkozz Fenntarthatóan kamarai programban. A szervezők szeretnék elméleti és gyakorlati példákon keresztül is megismertetni a vállalkozókkal a fenntarthatóbb, a zöldebb és az energiahatékonyabb gazdálkodás lehetőségeit, valamint a szabályozási és jogi feltételeit, rendszerét.